10 év, drága barátaim. Egy évtized telt el azóta, hogy Krasznaorka vára leégett és zárva tart. És nekem szüntelen csak a Bajmóci példa jut eszembe, hiszen a Bajmóci vár 72 évvel ezelőtt ugyanígy leégett, és még ugyanabban az évben 7 hónap leforgása alatt sikerült felújítani és megnyitni a látogatók előtt. Krasznaorka vára ennek a régiónak, a régió turizmusának az első számú motorja. A Rozsnyói medencében meghalt a bányászat, meghalt a nehézipar, a turizmus jelentené az egyik kitörési lehetőséget. Ennek ellenére ebben a régióban, ahol nem csak magyarok élnek, ez a felújítás örökké tologatva van, obstruálva van, és már abban se hiszek, hogy van ebben az országban valaki, aki meg tudná mondani, hogy mire várunk 10 éve. Polgárként amit megtehettünk az ügy érdekében, sürgetendő a felújítást. Élő láncot szerveztünk, több mint 1000-en álltuk körül ezt a várat 9 évvel ezelőtt. Aztán 120 reflektorral megvilágítottuk a várat, hiszen a lámpáit 10 éve leoltották. Így próbáltuk ideirányítani a széles közvélemény figyelmét. A rákövetkező évben aztán közgyűjtést hirdettünk, és újjá öntettük a vár harangjait az Egyesületünk hozzájárulásával. A három harang egyike tudott megújulni. 5 évvel ezelőtt lezártuk a főutat az önkormányzat szervezésében, és így tüntettünk, de már azóta is fél évtized múlt el, és nem történt semmi. Nem kérem, hanem felszólítom az itt élők nevében. Nem csak a magyar, de az itt élő szlovák közösség nevében is az államigazgatást, a kormány, hogy haladéktalanul cselekedjen, ne ígérgessen tovább, hanem nyissa meg ezt a várat, mert az ígéretekkel tele van a padlás. Így itt a turizmust fejleszteni nem lehet, és nem hisszük el ezeket az érveket, amiket felsorolnak, hiszen ennyi idő alatt felépült a Borsi kastély, ennyi idő alatt újjáépítjük a Gombaszögi völgyet civil összefogással, de még a leégett Tosgyáni kastély tetőszerkezete is 3 év alatt megújult. Azonnali cselekvésre szólítom tehát fel a kormányt, mert ez az állapot elfogadhatatlan.